50 éve szerzett diplomát Marosvásárhelyen, Sata Árpád színművész, a Gárdonyi Géza Színház művésze, és erről a különleges jubileumról fogunk beszélgetni. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm szépen a meghívást. Aranydiploma, nem sok ember életében van egy ilyen jubileum, egy ilyen ünneplés. Hogyan kezdődtek el annak idején ezek a bizonyos marosvásárhelyi évek? Hát ugye én 1969-ben érettségiztem Szent Keresztbányán lövétem mellett, és a felvételire elmentem Marosvásárhelyre, mivel a színházat nagyon megszerettem, ugyanis Lövéte olyan bányász falu volt, ahova nagyon sok színház járt. Az erdélyi 6 magyar színház közül majdnem mindenik, vagy mindenik valamilyen darabot, egyet-kettőt elhozott Lövétére, úgyhogy én lehet, hogy több színházi előadást láttam Lövétén, mint egy Kolozsváron élő ember vagy gyerek. És nagyon megszerettem a színházat, és úgy döntöttem, hogy minden lebeszélés ellenére, egy családi ellenállás ellenére, vagy most csak az ellenére, de hogy mégiscsak megpróbálom a színművészetire való felvételit is. Jó, de ez a színház iránti vonzalom szülte ezt a vágyat, vagy már elkezdődött önben is egyfajta vágy arra, hogy megmutassa magát? Például teszem föl verseket szavalt, vagy... Verseket nem nagyon szavaltam, ellenben részt vettem a színjátszó csoportokban. Többen is, tehát a gyerekbe is, a felnőttbe is, amikor már olyan korú lettem, hogy siheder voltam, akkor már a felnőttekkel is, és nagyon-nagyon szerettem. És nagyon jó visszajelzéseket hallottam. És ezek mind olyan dolgok voltak, ami arra indítottak, hogy amellett, hogy én ki akartam törni abból nem akartam bányász lenni, nem akartam földművelő lenni. Tudtam, beláttam az elődeim életét, tehát mindenképpen valami, ha lehetséges, valami mást akartam, szerette volna csinálni. Na, és így akkor felvételiztem 1969-ben Marosvásárhelyre, akkor még leánykori nevén Szent Györgyi István Színművészeti Intézet, de volt, aki csak egyszerűen, és mi is, csak Színmi Akadémián neveztük, és felvettek 69-es évfolyamra. Nagyon jó tanáraim voltak, Tompa Miklós, ugye, aki a Székely Színházat alapította, és a színész Tar László, aki egy csodálatos ember és művész volt. Valamint velünk kezdett, aki most a találkozón is ott volt, Kovács Levente tanár úr, akkor még tanársegéd volt, tehát egy pár évvel volt idősebb, mint mi. Most is ott volt végig sztoriszta az egész találkozót, most 50 év után. Mindjárt belemegyünk a főiskolai évekbe, de kíváncsi vagyok előtte a szülői reagálásra, hogy otthon mit szóltak minden az igényhez, a jelentkezésed, és mindahhoz, hogy önt fölvették. Hát ez nehéz egy kicsit erről beszélnem, de az volt a szüleim hozzáállása, hogy végül is lelkiismeret furdalásuk volt az az érzésem nekik, mivel a bátyám nagyon-nagyon jó néptáncos volt. Egyfolytában a Csűrben táncolt, együttest vezetett, imádta a néptáncot, sőt, akkor alakult meg a Székely Művész Együttes, tehát néptánc együttes, és onnan jöttek, megnézték és el akarták vinni, hogy tovább tanuljon szintén Marosvásárhelyen, és érettségi után maradjon a néptánc együttesnél. Ezt édesapám még nem engedték. Utána ugye leérettségizett, ellenben elvitték katonának, munkahelye nem volt, le kellett menni a bányába, igaz csak topográfus vagy térképész volt, nem csak, hanem az volt, de úgyis a föld alá kellett menni. És engem pedig nem mondták nagyon ki, hogy nem. Apám azt mondta, hogy jól lenne, hogyha egy orvos vagy mérnök lennél, fiam, de én mondtam, hogy ezt meg szeretném próbálni. Végül is nyögve nyelve belementek abba, hogy én elmehessek Marosvásárhelyre. Akkor az nagy dolog volt azt is, pénzelni kellett. Apám már akkor bányász nyugdíjas volt, és édesanyám ugye háztartásbeli nyugdíja nem volt.
Tehát be is fektettek ilyen értelemben pénz. És ezt a dolgot a bátyámmal mindvégig éreztem, amíg szegény meg nem halt, Isten nyugtassa, hogy valamilyen fajta irigység vagy szemrehányás dolog létezik. Ezt majd egyszer ott fönt megbeszéljük. Milyen változást hozott az ön számára Marosvásárhely lövétéhez képest? Óriásit. A város maga, ugye én falusi gyerekként a legnagyobb város, amit udvarhelyen születtem ugyan, de 6 hónaposan haza költöztünk Lövétére. Minden más volt, minden új volt, mindennel, azért is a könyvem címe, hogy mindent magamba szívtam, mert tényleg a világot, a környező világot magamba kellett szívnom, és már, hogy mondjam, változnom is kellett. Nem csak attól, hogy székely akcentussal beszéltem. Nem csak erről kellett leszoknom, hanem sok minden másról is, ami a falu és a város közti, ugyan nem nagy különbség, de lényegbeli különbségek voltak. De ugye egy kicsit szabadabbá kellett válni? Igen, az otthoni szoros, hogy mondjam, a székelyfalunak megvan a rendje. Mit lehet, mit nem, meddig és hogy. A városban ez már nem volt annyira. Tehát a családok, székely családokban is mindennek megvan a rendje, ami kialakult, hát most már oldódik ugyan ott is, de annak idején ez még így volt. Az én nagyapám még székelyharcsnyában élte az életét nap mint nap, tehát mi ennyire, hogy mondjam, nem voltunk elmaradottak, de mégis igen. És könnyedén vette ezt a kényszert, ezt a pozitív kényszert, hogy ilyen irányban kellene változni? Nem vettem könnyen, hanem kicsit szenvedéssel, de mégis jó eső érzéssel. Tehát mindenért tudtam, hogy nekem meg kell harcolnom. Például az egész főiskolán voltunk 34 főiskolás, és abból 4 voltunk falusi gyerekek. Az én osztályomban színész szülők, rendezők, barátnői, stb. Voltak, ezek mind ismerték a színházat, a színházi körülményeket. Úgy mozogtak, mint egy uszodában a legjobb úszók ebben a környezetben. Én nekem meg mindenért meg kellett, hogy mondjam, belső harcot vívni. Kicsit kívülállónak éreztem. Igen. És azon kívül pedig feszélyezett, hogy én miért ne tudom, és ez aztán úgy gondolom, hogy jó erőt adott nekem, jó erőket mozgatott meg bennem, hogy egész nap voltam a főiskolán, és dolgoztam, és figyeltem, és tanultam, és élveztem az életet. És talán ilyen gyönyörű 4 évem az életben nem is lesz soha. Valószínűleg motiválhatta, nem, hogy az a hiány, amit megtapasztalt, hogy amit ön nem tud hozni, vagy ön nem kapott meg, azt hogyan pótolja, és ez motiválhatta erre, hogy folyamatosan bent legyen, többet dolgozzon akár, mint a többiek. Így van. Épp azért, mert bizonyítani akart. Így van. De ön akkor egy ilyen csiszolatlan gyémánt lehetett ott, egy ilyen nagyon természetes közegből. Tényleg egy csiszolatlan gyémántként lehetett önre tekinteni. Köszönöm szépen ezt az összehasonlítást. Valóban így van, vagy így lehetett, mert jóval a diplomaosztás után egy beszélgetésen kiderült, hogy a mesterem, Tompa Miklós, azt mondta, amikor meglátott és meghallott először, hogy na, azt a gyereket felveszem. Tehát valami olyasmit láthatott meg bennem, ami ő tudta, hogy ezt hova lehet esetleg fejleszteni. Úgyhogy például a többiek irigyeltek, mert a drámai gyakorlatnak hívtuk mi, az a színészmesterség Magyarországon. Én mindig 10-es voltam, mert nekünk a legnagyobb jegy a 10-es. És a kollégák bizony irigykedtek rá, hogy első év, fél évtől utolsó, az államvizsga dolgozata még csak 10-es volt a szakmai jegyem, amit kaptam. Valószínűleg ezt a tehetséget irigyelték, ami önben megvolt, és amit ön, ugye ezekre a
idézelben nyomásokra ki tudott hozni magából. Mi volt a legnagyobb hozadéka ön számára ennek a 4 évnek? Színházat csinálni nem tanultunk meg, de ellenben ezek a tanáraink, akik minket tanítottak, hogy mondjam, személyes létükkel, és a többi tanáraink is, akik akkor tanítottak, Kovács György mestertől elkezdve, stb. Ezek arra tanítottak engem meg, én úgy érzem, hogy kell egy társulatban működni, hogy kell egy szerepet megélni, hogy kell azt magadévá tenni, nem csak, hogy megtanulni, mert azt akárki meg tudja, én soha nem tudtam igazán jól szöveget tanulni, de az érzéseket, egy-egy figurának vagy szeretnek a magánélet, belső életét, hogy tudod színpadon kifejezni? Hogyan kell azonosulni vele? Színpadi körülmények között azokat meg tudták tanítani nekünk. Tehát az, hogy hogyan azonosuljak egy karakterrel, ez tanulható? Tanulható, igen. Melyek voltak még főiskolán a legemlékezetesebb szerepei? Én már az első fél évben elkezdtem fellebb való osztályokban az előadásokban játszani. De már az első szerepe, amit már szöveges szerep volt, a Zöld Jánoska volt, aki a Gárdonyi Géza Lámpás című darabjának az egyik paraszt fiúja. Innen kezdve aztán majdnem minden évfolyamon játszottam valamit, nem csak egyet, többet is. A vizsgadarabjaink közül rettenetes szülők Koktó darabját említeném, ami főszerep volt, a Karadzsiáli elveszett levelében a Kótyagos polgár volt, amivel fesztivált is nyertem Bukarestben a színházi főiskolák versenyén. Akkor mi is volt még a Falstaffban, abban sok-sok szerepet játszottam. Karnyuni, Samukája, kis bohókás kisgyerek, volt Petőfi, tehát ilyen szerepeket játszottam. Említette, hogy az ideje nagy részét bent töltötte az intézményben, de élt is emellett? Tehát élte a marosvásárhelyi fiatal 20 évesek életét? Éltem, igen. Hol lakott például? Bent lakásban lakott. Az jó volt, mert közösségben voltunk ott is. Aztán az ége felé már negyed év végén már kikimaradoztam, mert akkor már elkezdtem udralolni a későbbi feleségemnek, és akkor már nem mindig mentem haza a bent lakásba. Úgyhogy a negyedik év végén, decemberében, illetve nem egészen végén, már meg is nősültem, mert arra számítottunk, és akkor ez segítség lett volna, ha a kihelyezésnél, mert nekünk kihelyezésünk volt, egyszerre bukarestiekkel kihelyeztek bennünket, vagy helyeztek volna, és én Marosvásárhelyen szerettem volna maradni. De aztán úgy történt a dolog, hogy a kihelyezés napján Csorba András az igazgatója volt akkor a Magyar Színháznak, illetve a Vásárhelyi Színháznak, akkor még csak Magyar Színház volt, mert nem volt még meg a szekció, ahogy mi mondtuk, a román tagozat, és feljött választáson, és azt mondta, hogy Marosvásárhelytől visszavonták a Magyar Színháztól azt a két helyet, amire számítottunk volna, én és a másik kollega. Úgyhogy akkor dőlt össze a világ, mindenkinek, ugye megvoltunk egyezve, hogy ki hova megy. Mindenkinek fölborult a rendje, így kerültem én aztán Szatmárra, az akkori igazgató Ács Alajos. Ő azt mondta, hogy szívesen lát. Játszottam, ugye Szatmáron kezdtem, Szatmár Németiben, onnan Kolozsvárra mentem át, és sokat játszottam Nagyváradon, meghívottként. Aztán többi városokban, turnékon sokat játszottunk, Udvarhelyen, Szentgyörgyön, Marosvásárhelyen, stb. Csíkszeredában. De ezek voltak az állomások, Szatmár Németi és Kolozsvár. Mint társulati tagok, igen. Mikor jött át Magyarországra? 1993-ban. Annak is jubileuma van. Igen.
30 éve az is, igen. Milyen gyakran tudott visszamenni? Például mikor járt utoljára Marosvásárhelyen, leszámítva most ezt a jubileumi köszöntést? Marosvásárhelyen elég rég voltam, van annak 10-20 éve is talán, mert mindig kikerülöm én, mikor megyek haza Lövétére, akkor elmegyek Marosvásárhely mellett, mert úgy rövidebb az út, de most nagyon meglepődtem, hogy mennyire szép, csak éppen már nem magyar város. Milyen érzés volt visszatérni az Alma Mater falai közé? Csodálatos érzés volt. Az egy, az, az utca, az a, ahogy fölmegyünk a Bolyó utcán és a Köteles Sámuel utca, az egy csoda, olyan nincs, az egy csodálatos, igaz, hogy érzéseim is valószínű megszépítik. A főiskola is szép, csak most már egyetem, művészeti egyetem, és nem elsősorban ez van fölírva, hanem ugyanez románul. Egy csomó más épület épült mellé, de azért még a régi próbatábla megvan. A régi tornatermünk, ahol ritmika meg táncóráink voltak, azok megvannak. Nagyokat röhögtünk most jó hangulatban. 10 voltunk az évfolyamon, abból 6 voltunk ott, nem, 7. 7 voltunk ott. Egyik kolléganőnk Budapesten betegségre hivatkozva nem tudott eljönni, és másik 2 férfi kollégánk, ők meghaltak. Annak idején, ha most így visszaemlékezik, mert gondolom az 50 év azért adott nem kis lehetőséget összegzésre, visszagondolásra. Annak idején a 18-20, nem tudom pontosan hány éves Sata Árpád erről álmodott, erre gondolt, hogy majd mit is ad neki ez a pálya? Hát az akkori körülmények közül nem erre, de valami ilyesmire. Mert ugye akkor másként láttam a dolgokat, másként képzeltem a dolgokat. Nem voltam sztár, habár azt mondták, hogy most a dékány asszony azt mondja, hogy aki Kós Károlynak a dédunokája, hogy hát te akkor a sztár voltál Kolozsváron, mondom én, nem is tudtam, azt mondja, úgy csodáltunk lányok. A képzelt riportban játszottam egy kis szerepet. Először, aztán majd a Józsefet is. Hát igen, mondom, tehát közönség nagyon, és a kollégák is mindenhol azt mondhatom büszkén, hogy szerettek, és én is szerettem őket. Talán még itt is így van. Milyen gyakran tud hazajárni Lövétére? Eddig minden évben, előző években 2 mentem nyáron, és halottak napjára általában haza. Aztán ez leszűkült egy alkalomra. Most éppen arra várok ma délután, hogy telefonáljunk, mert el szeretném adni a házat, tehát megnehezült, nagyon messzire kerültem én otthonról most már hazamenni, és az a ház, amit imádtam és szerettem, és mindenki ugye meghalt, a testvéreim is, a szüleim is, unokák vannak otthon, unokatestvérek, azokhoz nem szeretnék menni, mert senkinek nem akarok terhére lenni, de el kell adnom a házat, mert megy tönkre. És így most nem tudom, mennyit fogok járni, de szeretnék. Ön, ahogy megérkezett Magyarországra ennek, ugye az imént beszéltük, hogy 30 éve, és akkor rögtön a Gárdonyi Géza Színház társulatának tagja lett, ahol ma is dolgozik, tehát azóta hűségesen ragaszkodik az EGRI társulathoz. Hogyan telt ez a 30 év? Gyorsan. Gyorsan, igen, gyorsan, és elég jól, de bővebben, nagyon jól. Én, amikor átjöttem Kolozsvárról, akkor mind a 6 színház Kolozsvár kívül mindenik hívott, hogy menjek oda. Végül is összefutottam valahol akkori igazgatónkkal, Gali Lászlóval, és mondta, hogy lesz egy fél éven belül egy hely, mert elmegy férjhez egy színészi Ausztráliába, és az annak a helyére engem szívesen látna. És akkor azt mondtam, hogy jó, egy keveset még gondolkodjak ezen, és aztán visszatelefonáltam, hogy rendben van, és jövök. Úgyhogy még hamarabb is meghívtak, mert decemberben indultak a New Buda
próbái, és abban nekem szerepet osztott már Hegedűs D. Géza, és akkor úgy jöttem, Mikulás hozott szó szerint. Tehát decemberben itt voltam. Leszámítva ezt a meghívást, mi volt az oka még annak, hogy átjött? Nagyon sok oka volt, szakmai és magánéleti problémák is. Szakmailag az új igazgató, aki ugye, hogy mondjam, a volt mesterendnek a gyermeke, Tompa Gábor, az már nem úgy kezelt engem, mint ahogy az idesapja gondolta volna, hogy kezeljen. Sőt, volt egy affírunk is, idézőjelben mondva. Az édesapja Marosvásárhelyen kiszálláson, tehát a tájon voltunk. Én már idős volt, és megkért engem, hogy beszéljek Gáborral, még nem volt igazgató, rendezője volt a színháznak csak, hogy ne vállalja, mert tudta, hogy meg fogják választani, vagy ki akarják nevezni igazgatónak. Ő rá nem hallgat, Gábor, hátra hallgat, és nem vállalja el az igazgatást, mert ő egy nagyon tehetséges ember rendezőnek, azon kívül költő, gyönyörű verseket ír, és nem lesz, fölemészti az igazgatás azokat a más dolgokat, amire predesztinálva van. Én ezt Gábornak elmeséltem, elmondtam, mikor hazamentünk, és ő ezt nem vette jó néven. Én első osztályos, vagy első kategóriásnál színész voltam, és visszaminősített harmadik kategóriába. Tehát ilyen dolgok is voltak. Azon kívül személyesen betegség után voltam. Volt egy TB cím, amit ugyan kikezeltek, de akkor távol tartottam magam a színháztól, akkor jött a vállásom, stb. Új ismerettség a mostani feleségemmel, és akkor úgy döntöttünk, hogy lépünk egy nagyot. De egyik színháztól, egyik magyar színháztól, a másik magyar színházig. Ahol lehet azt mondani, mind a színháznál, mind Egerben otthonra talált. Így van, így van. Mert ahogy az imént hallgattam, kis elérzékenyülve beszélt a Lővétei házról, valahol az lehet az otthon, ez meg az itthon, vagy nem tudom, hogy lehet. Pontosan így van. Különbséget így tenni, van. Meg nem is kell különbséget tenni, nem persze, is. Csak... Igen, csak azért akartam például Szalókon házat venni, vagy valahol, mert nekem meg kellett telepedni, valahol meg kellett kapaszkodni. Nekem a 700-800 kilométerre lévő otthon, az nem mindig oda visszajárható út. És nevettek is az akkori kollégák, hogy persze Sata jött és vesz házat, mert először egy tömb házat vettem a Csepokszáriba meg. De egy évre rá már kiköltöztünk Szalókra, és azóta ott élünk, ez már 25 éve el. Itt az Egri társulatnál ugye több színházigazgató alatt is dolgozott az eltelt 30 év alatt. Melyek azok a szerepek, amit úgy szívesen kiemelne, vagy ami nagyon az ön szívéhez nőtt? Az első szerep, ezt nagyon szerettem, az egy kicsi nyúlfarknyi szerep volt, de úgy éreztem, hogy a kollégák is megszerettek, egy parasztember, aki elgyalogul Amerikába a száműzött tiszthez, a 48-as tisztek, akik a New Budát megalapították ugye Amerikába, és nagyon szerettem ezt az egyszerű emberi figurát, vagy így karaktert mondjuk így. Utána hát jöttek a Mágnás Miskák, a Üvegcipő, aztán jött a Lilium, egy csomó-csomó kis szerep, amiket, kabinett szerepek, amiket nagyon-nagyon szerettem, és nagyon szívesen csináltam. Most utóbbi években nagyon szerettem Baráth Zolival együtt dolgozni a gyermek darabokban, mert ott igazán kiélheti az ember a karakterformáló erejét is. És például emlékezetes a Pumukli. Pumukli, igen. Szóval ezek voltak. Így nem tudom most így föl összeszedni. A... De elégedetnek tűnik. De igen, az is vagyok. Ön rendezett is, méghozzá egy saját kis... nem is tudom, ötletnek, vagy nem is tudom, minek nevezzem. Produkciónak mondtuk. Igen, kicsit nagyra törve. Felolvasó színházat hozott létre.
És ott rendezett is. Ez egy régi vágya volt, hogy rendezőként is kipróbálja magát? Régi vágyam volt, ahogy csak lehetett volna, megpróbáltam, több kéréssel is fordultam annak idején a színházvezetőséghez, de nem volt, nem adtak lehetőséget, megmondom őszintén, nincs mit kertelni. Aztán mégiscsak ezzel a Viski András darabbal, a Megöltem az anyámat című darabbal, megengedte, hogy az igazgató, hogy valamit ott dolgozgassunk, és amikor megnézte, akkor valahogy úgy látta, hogy egyszer-kétszer el lehet játszani a stúdiószínpad. Na, én ezen felbuzdulva vettem elő azt a gondolatot, ami régebbről megvolt, hogy ha nem is kész színházi produkciót, hanem könnyebben előállítható kis produkciókat lehetne hozni felolvasó színházi szinten. Én akkor megfogadtam, hogy amikor ezt megalapítottuk, ezt a Satart nevű produkciót, hogy általában külföldi, illetve határon túli magyar darabokat szeretnék játszani, stb. Stb. Bemutatni. Aztán nem csak így sikerült, hanem ugye Egerből is kellett választanom. Nem kellett, csak azt mondtam, hogy hát, ha több közönségünk lesz, hogyha ismert emberek, a Egerben ismert emberek is. Így került a Zárt kert a repertoárunkra. Igen, most zavarban vagyok, kedves hallgatóim, mert ezt én írtam, és most nem is tudom, hogy reagáljam le, csak úgy annyit tudok mondani, hogy örökké hálás vagyok. Köszönöm szépen, én is hálás vagyok, nagyon szép darab. Hogyan telnek a mindennapjai? Hát, mint egy nyugdíjas színésznek, egyszerűen. Akik falun lakik, akinek van egy kis kertje, van egy nagy kertje, kell füvet nyírni, közben meg alig várom, hogy mikor hívnak, hogy jöjjek a színházba, és játszak. Tehát így, és most készülünk ugye a Csehov felújításával. Úgy remélem, hogy ami ki van írva, hogy ősztől már kettőbe is, tehát két darabban is számítanak rám, és ez nagyon feldob, mert nem tudnék, úgy érzem most, leszakadni a színházról. Meg kell az a fajta izgalom, és remélem még az agyam is oda tud állni, tehát... Tehát még mindig megvan önben erősen ez a belső kényszer. Így van, így van. A színháznak a szeretete, ahogy fogalmazott az elején. Kívánok önnek ehhez nagyon jó egészséget. Köszönöm szépen. Olyan szerepeket még, amit örömmel, hogy is mondta az elején, amivel örömmel tud majd azonosulni. Így van. És nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm én is a meghívást. És gratulálunk még egyszer az 50 éves jubileumhoz, az aranydiplomához. Köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, köszönjük szépen, önök Sata Árpádot és Vasi Didot hallották, viszont hallásra.